közeleg május 1-e a munka ünnepe, de föl kell tenni a kérdés, hogy ezen a napon van-e oka a magyar dolgozónak, hogy ünnepeljen. Mikor, hogyha nem május 1-én, készítsünk egy rövid számvetést arról, hogy milyen körülmények között dolgoznak a magyarok. A kép azonban tragikus, és a hangulat a legkevésbé sem ünnepi. A kormány ugyanis az elmúlt 13 évben teljesen lekötelezettjévé vált a globális, ha úgy tetszik, korvaj kapitalizmusnak. A fő alapelvük az, hogy olcsó munkaerőt kell biztosítani a multik számára, más szempont nem lényeges. Az Európai Unión belül Magyarország átlagbérek tekintetében már csak Bulgáriát előzi meg, Románia is előttünk van. De van további probléma is, hogy az egyébként komoly fogyatékosságokkal küzdő munkatörvénykönyvét sem tartják be minden helyen, rendkívül sok a szabálytalanság, és ami védelmet nyújthatna a magyar dolgozók számára, a szakszervezetiség az nem igazából létezik. A kormánya a szakszervezeti jogokat az elmúlt években keményen megnyírbálta, nekik nincs szükségük rájuk, csak olyan szakszervezetekre, amelyek egyfajta kirakatként funkcionálnak és bólogatnak nekik. Többek között ez is az oka annak, hogy a magyar munkavállalók részéről nincs komoly érdeklődés a szakszervezetek irányába. A magyar dolgozóknak országosan mintegy 3-4% a tagja valamilyen szakszervezetnek. Azt gondolom, hogy ez mindent elmond, de függetlenül ettől mi továbbra is tartjuk ajánlatunkat valamennyi szakszervezet felé, hogy dolgozzunk együtt, mert úgy gondoljuk, hogy közös ügyünk a magyar dolgozó ügye. Egy felmérés szerint viszont az emberek 80%-a egyenesen utálja a munkahelyét. Nem csoda, hogy tömeges méreteket ölt az elvándorlás. A hiányzó helyeket a kormány harmadik világbéli munkavállalókkal igyekszik pótolni, akik megelégednek az itteni fizetésekkel, csak hogy ez hosszú távon akár lakosság cseréhez is vezethet. Egyre több helyen látjuk különféle gyárakban, hogy egyre kevesebb magyart alkalmaznak, a debreceni kínai akkumulátorgyárat sem magyarokkal akarják már csak felépítetni sem, a Gödi Samsung gyár dolgozóinak fele legalább nem magyar, az esztergomi Suzuki környékén látni, hogy csapatostól grasszálnak az indiaiak, és soroljam-e még a példákat, mert napestig tudnám. Ilyen körülmények között nem csoda, hogy május 1-e teljesen kiüresedett, nincs igazából tartalma. Erre úgy tekintenek, mint egy munkaszüneti napra, ami egy a többi között. Egyrészt itt maradt ránk egyfajta posztkommunista rossz szájíz sörrel, virslivel. Nyilván ezzel a szellemiséggel nem tudunk azonosulni, hiszen antikommunisták vagyunk. Másrészt viszont az elmúlt több mint 30 évben a kapitalizmus kizsákmányolta a dolgozókat, lelki értelemben is megnyomorította őket, ezáltal szétverte a közösségi érzést, és a munkát lesilányította egyfajta szükséges rosszá, amelyet kénytelen, kelletlen kell végezniük az embereknek a megélhetésért. De nem is volt más a célja a profitközpontú kapitalizmusnak. Mi ezzel szemben szeretnénk valódi tartalommal megtölteni május 1-ét, a munka ünnepét. Ehhez gyökeres fordulatra van szükség, ehhez le kell rakni az alapjait egy olyan szociális és organikus, valódi munkaalapú társadalomnak, ahol a munka hivatás lehet, abban lelkiekben is ki lehet teljesedni, mert ez fontos tényező, vegyük figyelembe, hogy életünk nagy részét munkahelyeinken töltjük. Ehhez viszont elengedhetetlen alapfeltétel a normális fizetés és a normális munkakörülmények, enélkül ez nem fog menni. Ez tehát a végcélunk, az ideánk, hogyha úgy tetszik. Ez ma még ugyan távolinak tűnik, de hiszünk benne, hogy egyszer elérjük, és minden esetre ennek szellemében hívunk mindenkit május 1-én a Bikás Parkba, az ország legnagyobb majálisára, a Mi Hazánk rendezvényére. Missziónkat pedig tovább folytatjuk a magyar dolgozó erkölcsi és anyagi megbecsüléséért. Ha úgy tetszik, szeretnénk, hogyha eljönne az a május 1-e, ahol joggal ünnepelhetnek a magyar dolgozók, a teljes nemzet átérezheti ennek a napnak a jelentőségét, a kétkezi munkástól a szellemi dolgozóig, ez lesz a nemzeti munkaünnepe, vagy másképpen fogalmazva a dolgozó magyar nép nemzeti ünnepe.